Köszönöm szépen, megadom a szót Novák Előnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a honvédelmi és adatkezelési tárgyú törvények módosításáról szóló 71 oldalas javaslat előterjesztője, pontosabban előadója, Szalai Bobrovicski Kristóf honvédelmi miniszter. Úgy terveztem, hogy köszönetet mondok neki azért, hogy személyesen is befáradt az országgyűlésbe, hiszen nagyon ritkán tiszteli meg személyes jelenlétével a parlamentet, de hát úgy tűnik, hogy megint nem veszi a fáradtságot a jelenlétre. Az elvileg általa előterjesztett, előadott törvényjavaslat vitanapján még egy előterjesztői beszéd erejéig sem. Nehéz lehet manapság a NER oligarchájának lenni, no de hát nem különben nehéz úgy tűnik balliberális ellenzéki képviselőnek lenni. Egyetlen ellenzéki képviselőként én szólok most hozzá ehhez a törvényjavaslathoz. A többiek nem tartják szükségesnek támogatásukról biztosítani, vagy épp a kritikájukat elmondani e törvényjavaslat kapcsán. A rendkívüli jogrend kapcsán, illetve a rendkívüli jogrend alapján a honvédek jogállásáról szóló törvényt is hatályon kívül helyezték, és törvényi szint helyett rendeleti szintre degradálták a katonák jogállását érintő kérdéseket. Ez most azért lényeges, mert így aztán miniszter úr igazán befáradhatna a parlamentben néha napján, amikor honvédelmi tárgyú törvényjavaslatok kerülnek a tisztelt ház elé. Ha már a honvédek jogállása sem törvény, akkor legalább, ha még valami törvény, akkor legalább akkor láthatnánk a tisztelt miniszter urat. Legutóbb sem volt itt, amikor megnyesték az országgyűlés hatáskörét, és ezért a jövőben a magyar katonák külföldi bevetése sem fog az országgyűlés elé kerülni, a kormány dönthet róla, akár titkosan. Mint ahogy az ukrán katonák magyarországi folyamatos kiképzése sem került engedélyeztetés céljából az országgyűlés elé, ami pedig álláspontunk szerint olyan folyamatos ukrán katonai jelenlétet jelent Magyarország területén, ami már külföldi csapatok magyarországi állomásosztatását jelenti. Ehhez pedig kellett volna az országgyűlés jóváhagyása, tehát a saját maguk által kreált alaptörvényt is megsértették. Kétharmados többséggel miért nem merték bevállalni, hogy ukrán katonákat állomásoztatnak Magyarország területén? Persze értem, hogy a kétkulacsos politika miatt ezt titkolni próbálták, de ha már a szlovák védelmi miniszter leleplezte ezt, hogy Magyarországon ukrán katonákat képeznek ki, akkor viszont miért nem számoltak el, hogy vagy legalább most miért nem árulja el államtitkár úr, hogy pontosan mennyi ukrán katona tartózkodik ilyen-olyan céllal ma Magyarország területén? Vagy mennyi volt itt eddig? Továbbra sem árulják el? Én várnám ma is a válaszát ezzel kapcsolatban. És ne kezdjen el jogi csűrcsavarokkal védekezni, hiszen az ukrán katonák magyarországi kiképzése minden értelemben egy olyan állomásosztatás, aminek hát viszont a végállomása az nem más, mint a háborús csatamező. Ami pedig a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény módosítását illeti, illetve egyáltalán meg tudják mondani, hogy mi a különbség az alapkiképzés és az alapfelkészítés között? Egyáltalán indokolt a különbség? Mert szerintem az alapoknak inkább egységesnek kellene lenniük, de most már az sem kell, mert az új törvény azt mondja, hogy katonai alapkiképzést, alapfelkészítést vagy annak valamely modulját teljesített hadkötelesekről beszél. Tehát már elég valamely modul teljesítése is, egyre lejjebb megy a színvonal. Ahogy a motiváltság is, hiszen mondjuk egy oltatlansága miatt kirúgott katonát visszavesznek? Vajon megvan-e még ugyanaz a belső motivációja a hadkötelesnek, mint a jogviszonyának megszűnése előtt? Apropó hadkötelesek, a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárságú férfi az. Tehát a magyarországi lakóhelyre nem rendelkező magyar állampolgár férfi sem hadköteles? Hát jelenleg úgy tűnik, hogy nem. Ez szerintem nem helyes, akkor sem, ha a határon túli magyarokra gondoltak ezzel. Hát egyrészt, ha a külhoni honfitársainak vannak, és legyenek is állampolgári jogaik, akkor legyenek honvédelmi kötelességeik is. Másrészt egy magyarországi magyar állampolgárnak most akkor elég pusztán megszüntetni a magyarországi bejelentett lakóhelyét, és már is kibújhat a honvédelmi kötelezettsége alól. A taktikázó Orbán Balázsnak nyilvánvalóan tetszene, de a Mi Hazánk mozgalom viszont nem tudja támogatni ezt. Aztán érdekes, hogy a veterán kifejezést használják, definiálják megint.
Az a volt katona, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint mások mellett a honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg fedhetetlen. Hát itt eszembe jutott az evangéliumnak az a része, amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki büntetlen, ahogy a törvényjavaslat fogalmaz, erkölcsileg fedhetetlen. Hát ha már így törvényileg kategorizálják és definiálják, akkor ma jelenleg mennyi veterán katona van Magyarországon, államtitkár úr? Erre nyilván tud egy pontos számot mondani. És hát végül a törvényjavaslatból néhány ijesztő adatrögzítés, hiszen bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési kötelezettségként például a 159. paragrafusban azt olvassuk, hogy az elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetője, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatás szolgáltatója meg kell őrizze a felhasználói adatokat. Például mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtó hálózat és cella azonosítóját a közlés megkezdésekor, vagy ami még érdekes, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzet irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a kommunikációban résztvevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátum, a kezdő és záró időpontja. Ez így mind nagyon sok. És hát főleg nagyon ködös, hogy mindezek rögzítésére nemzetbiztonsági és honvédelmi célból szükség volna minden állampolgár esetén. Ha kivételesen érdemi választ kapnék ezekre a kérdéseimre, államtitkár úr, akkor még meg tudjuk fontolni e törvényjavaslat támogatását. Köszönöm a figyelmet.